Évente csaknem 4000 beteg szorul vérplazmára hazánkban. A készítmény a vérzékeny, immunhiányos állapoton segít, de baleseti vagy égési sérülteknél akár életet is menthet. Ehhez a munkához járul hozzá a Király utcai Plazma Központ, amely ma lett egy éves. A cég 13 éves fennállása óta országszerte több mint 700 ezer donort fogadott. Pásztor Ferencnek ma jött el a 36. alkalom. A plazma levétel csak egy fél óra az életéből, másoknak viszont a túlélést is jelentheti. Van egy olyan ismerősöm, aki olyan problémával szenved, amire ez jó, úgyhogy ez is. Amúgy rendszeres véredő is vagyok, úgyhogy ha tehetem, akkor vértusolok meg, hát így segít az ember a másokon. 18 és 60 év között bárki adhat vérplazmát, aki átesett az orvosi vizsgálaton és eléri az 50 kilós súlyt. Ma is egymást váltották a székekben a segíteni szándékozó emberek, akik a jó példát haza is viszik. A nagyfiam, aki most 17 éves, már megkérdezte tőlem, hogy és anyai jöhetek-e. Nekem ez a legnagyobb öröm, hogy a gyerekem már megtanulta azt, hogy igen, ez is egyfajta egészséges életmód szemlélete, és hogy ő, ha 18 éves lesz, akkor elkezdi ő is ugyanezt. A Király utcai Plazma Központ ma lett egy éves, a sokszoros donorokat is várták ezen a napon. Én az önzetlen segítség miatt adok vérplazmát, ugye mindenkit más motivál, van, akit ugye akár költségtérítés is motiválhat, akár segítségnyújtás is motiválhat, de én azt szoktam mondani, hogy mindegy, hogy miért ad vérplazmát az ember, segítségnyújtás miatt vagy költségtérítés miatt, így is úgyis életeket ment. A cég 6. plazma központját nyitotta meg Miskolcon egy évvel ezelőtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jók a tapasztalataink, megismerkedtünk mi is a miskolciakkal, a miskolciak is velünk, és hát büszkén mondhatom, hogy a központunk annak ellenére, hogy ilyen rövid idő áll mögöttünk, nagyon gyorsan fölfejlődött, köszönhetően a miskolci lakosság karitatív tevékenységének, és azt is tudom mondani, hogy napról napra bővül a donorpopulációnk. A cég 13 éves fennállása óta országszerte több mint 700 ezer donációt végzett el. A vérplazma többek között vérzékeny, immunhiányos betegeken segít, de baleseti vagy égési sérülteknél akár életet is menthet.